Ettől az évtől az MNT egyszeri támogatást ad azoknak a diákoknak, akik anyanyelvükön kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, mondta Szabadkai sajtótájékozatóján a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Több mint 20 millió forint az, ami kiosztásra kerül. A diáksegélyzőknek ezt a lehetőséget és ezt a támogatást, hogy ők folyamatosan ösztöndíjat tudjanak adni a magyarul tanuló középiskolások számára, ezt a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával tudják megvalósítani, tehát a magyar kormány folyamatosan figyel arra, hogy a diáksegélyző egyesületek vajdaság szerte el tudják látni a különböző feladataikat. A szabadkai székhelyű Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület idén nem részesülhet az említett támogatásban. Tudomásom szerint a 2022-es évre akkor de már nem kapott támogatást. Ott korábbi évekre voltak elszámolási nehézségek, és a szabályzat az, hogy, és ez nem csak erre az egyesületre vonatkozik, hanem az összes egyesületre vagy intézményre, aki támogatást kap Budapestről, illetve a magyar kormánytól. Mi is a Magyar Nemzeti Tanács részéről, nekünk is elszámolási kötelezettségeink vannak. Nekünk mindennel el kell számolni, minden támogatással, az utolsó forintig, amit kapunk Budapestről. A Szekeres László Alapítvány idéglenesen veszi át ezt a támogatási rendszert a Kosztolányi Dezső Diáksegélyző Egyesülettől, ezt is szeretném elmondani. A sajtótájékoztatón elhangzott, jövőre egységesen fognak megjelenni a középiskolások megsegítésére kiírt pályázatok Vajdaság tartomány területén.